Sziasztok! Allergiás ordulás ellen használj egy Nospray pluszú sprayt a nyugodtalvásért és a kibillent ébredésére. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit sok szeretettel! Sziasztok! Üdvözlök benneteket! Hellótok, sziasztok! Sok pillanat, tényleg. Gyere. Jó? Jó. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, 10 óra 55 van. Hát későn, de feljöttem angyalkáim, úgyhogy hellótok. Üdvözlőnek, szia! Nem van, értettem. Szia Patrik, hú, de régen láttalak. Szia Zsotoba, Patrik. Na, négyen vagyunk. Pillanat, drágáim. Vizet hozol be. Hideg. Ott van-e? Ja, jó. Le. Na, sziasztok, drágám, 8-an vagyunk. Zsoltra, Lakatos, Szöcske. Szia, Lakatos! Szia, Zsolti, Ravasz! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök. Azért jöttem föl, hogy üdvözlök benneteket egy 5 percet, nem többet. Csak 5 perc live, semmi több. Azért jöttem föl, mert egy-két pár szót szeretnék nagyon sok mindenkihez szólni. És gyakorlatilag nyomokban valójában arról szeretnék beszélni, hogy miért hagytam abba ezt az egészet, és miért nem járok fellépésekre már mostanság, és mostanában nem igazán YouTube-ozok se, meg nyilvánvaló nem olyan könnyű YouTube-ozni, meg nem könnyű Facebook-ozni. És vannak dolgok, amik nem igazak, amiket állítanak rólam. Vannak olyan bizonyos emberek, akik hírnevet akarnak. Minden áron
figyelemfelkeltést akarnak csinálni bizonyos meglévő emberek. Minden áron olyat akarnak rám kenni, ami bizonsággal nem létező, vagy ha valami létező is, nem igazán van hozzá köze neki. Ahhoz, mikor, mi van, merre, hány méter, meg hogy mi a szitu. És nem bírom már ki, mert most ebbe percbe gyűjt egy olyan valami, ami megugrasztott engem ebbe percbe. És én nem szoktam nagyon senkiről megnyilvánulni, se beszélni. Első live-om 2-3 napja volt a legelső videója az X illetőnek. És most egy 10 perccel, 15 perccel ezelőtt gyűjt egy olyan, ami megugrasztott. No, én innen üzenem a bizonyos X illetőnek. Egyedül egyszer magam üzenem, hogy túllépett a határon, és hogy ő zaklatta van, hát nincsen zaklatva. Nincs zaklatva, csak rég nem beszéltem vele, és kérdezette X illető az előttélem valamit, hogy ezzel is ezzel mi van, semmi mondom. Én is tök jó vagyok, minden. Na, jó van. Nem is igazán írtam neki, sőt, több én nem foglalkoztam, mert minek írjak olyan embernek, aki nem foglalkozik velem, meg akivel nincsen dolgom. Akivel nincs dolgom, annak nem írok. Azzal nem foglalkozok, azzal nem beszélek. És a bizonyos X illető megnyilvánult rólam többet alkalommal, akár igaz valami, akár nem. Semmit nem mondok, hogy mi igaz, mi nem. Semmit. Én csak majd olyan helyen nyilvánulok meg, ha lesz ügyvédem, vagy lesz közjegyzőm, csak ott nyilvánulok meg. Itten semmit nem mondok. Nevet, se semmit. Úgy gondolom, mindent tudjuk, hogy kiről vagy miről van szó, szerintem. Nem kell én nekem kimondanom semmit, hogy ki az, mi az, és hogy mi van. Tehát arról van itt az igazságról szó, hogy semmi nem igaz. Egy szóval bizony dolgok nem igazak. Amiket állít rólam, mert megkérdezem akkor tőle, ettől az X illetőtű, hogy akkor mi van azzal, amikor ő, a bizonyos X illető, beprotezsált ide-oda-amoda. És arról nem beszélt, hogy a hátam mögött hogy egyezett meg is, hogy nem. Az összegről, bizonyos összegről, amiben én elszámoltam, és leadózva kaptam meg. Én, hála magasságos égnek, elszámoltam oda, ahova kell, amit nem mondok ki, ahova kellett, elszámoltam, és arról is, hogy egyáltalán mikor, mit kerestem. Elszámoltam teljes egészében. Utána már nekem nem voltak föllépéseim. Nem kerestem én annyit, hogy amiket ő mondott, hogy havonta nem tudom mennyi milliót, meg hogy a így, meg úgy, meg amúgy, az X illető hazudott ebbe. Akárhogy is, ha még a kis gyűjt, majdnem annyi, majdnem. Egy másfél év alatt lehetett az. De nem. Ő egy évig nem dolgozott. Egy évig. 6-8 hónapig nem dolgozott velem. 6-8 hónapig nem dolgozott velem együtt. Még annyit se. És megmondom őszintén, hogy én tudom aztat, hogy igenis leadózva kaptam meg, ha valamit kaptam is. De én azt mondom, hogy én azért mentem, hogy boldogát tegyem az embereket, meg a legtöbb föllépésem olyan volt, hogy a gyerekeknek tettem szívességet azzal, hogy fölléptem. Nekik tettem szívességet, legtöbbször olyan föllépéseim voltak, nem igazán voltak olyan föllépéseim, amiből én bizonyos összeget kaptam volna, nem voltak nagyon. Nem azt mondom, hogy sosem volt, mert nem azt mondom, de elszámoltam, ahova kellett. El tudtam számolni vele. Elővettem szépen a tollat a férjemmel,
Leírtuk mindent, hogy mihova ment, merre, hány méter is elszámoltam. Szépen. Majd a volt illetőm szépen írt, ahova kellett. Én is, az X illetőm is, bizonyos e-mailt, és azok is megkapták, hogy igenis, engem szolgált az, amit én tettem a videóklippek, meg egyébek. Amiről is tudtok, meg elszámolt a férjem én, pár hónap ezelőtt, mikor a férjem mondta meg én, hogy nem kaptam pénzt úgy YouTube-ból, egyetlen egyszer kaptam, amiről, bocsánat, egyszer-kétszer kaptam, amiről elszámoltam, szépecskén, elszámoltam arról is, és a további munkáim arról szóltak, hogy külföldre mehessek, világot lássak, két helyre mentem el, három helyre volt, kettő helyre mentem el, és egyikbe háromszor mentem el. Ugye mindennek megvan a maga ára, drágáim. Főleg, hogyha repülővel megyek. Mindennek megvan a maga ára. És a bizonyos-bizonyos X illetőnek milyen köze van ahhoz, hogy én hova, mikor mentem kocsival, és hogy mennyibe került. Beszéljen ő csak arról, hogy ez nem került 100 000 forintba, hogy én ide mentem, meg oda mentem taxival. Vagy kocsival, bocsánat, kocsival. Az az X illető, aki volt, aki hordott. Az egyik X illető. Ez a bizonyos X illető, meg aki megszólalt rólam. Ő nem volt a menedzsmentem. Nem ő csinálta a dal, drágáim. Esküszöm az élők istenére. Tudom, hogy hülye vagyok, hogy nem kellene beszélnem erről. De... nyomokban ma beszélek nektek. Nyomokban az azt jelenti, hogy nyomokban, hogy nem szeretnék kitálukodni, mert nem illik. Majd beszélek ott a hunköl egy nap majd. Legyen két hét múlva, egy hónap múlva, öt év múlva, de beszélek ott a hun majd kell. Ügyvéd, jogász, és majd ott a hunköl. Most csak nyomokban arról beszélek, hogy nagyon fáj a lelkem és a szívem, hogy olyanokat állítanak rólam, ami nem igaz. És nem szeretnék kicsit várjatok, légy szíves. Nem szeretnék nevet mondani, hiszen gondoljátok, hogy kiről van szó, vagy idáig kiről volt szó, vagy kiről nem. Nagyon szégyellem én a büdös pofámat mások helyett, akik megszólaltak rólam, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok. Nagyon-nagyon sok pénzt kerestem, meg így, meg úgy, meg amúgy. Itt voltam, ott voltam, amott voltam, ideírtam, odaírtam, amodaírtam, ezt jelentettem, azt jelentettem. Mind ez, gyerekek, nem volt igaz. Nem jelengettem senkit. Megbántam azt is, hogy egykor valaki, valaha valakiről beszéltem. Egyetlen egyszer életem során. És soha nem bántottam meg senkit, és jogtalanul, oktalanul, soha nem vettem el pénzt, nem vettem föl sehonnét úgy pénzt, hogy ne számoltam volna el. Hiszen az illető, aki ezt állítja, hogy egy csillagban volt, hogy ennyit meg annyit kerestem, nem volt igaz. Hiszen fél év is kevés ahhoz, hogy én 1 milliót összekaparjak, drágáim. Oda nem kis követés köl, vagy nem kis út köl, nem kis utat köl megtennem ahhoz, hogy én igen keressek. Hiszen más híres énekesek nem keresnek így, ahogy ő állította. Mindössze hírnevet akart, semmi mást. Drága életeim, hírnevet akart, semmi mást. Egy olyan szólalt meg, aki nagyon sok pénzt felszerett, köztudottan a hátam mögött. Nem kicsit. És mégsem szólaltam meg róla soha életemben. Hagytam úgy menni a dolgokat, ahogy magától ment a dolog. Nem szóltam, hogy mint kapok összeget, hogy nem, mert én családit és nyugdíjat kapok. Én nem vehetek föl annyi pénzt, amennyit én gondolhatok. Én nem kapok 100-on fölül. Nem kerestem se 100-150-et. Nem kerestem.
egyszer, talán egyszer, de azzal a gyámhatóság felé elszámoltam. De ugyanakkor leadózva kaptam meg. Már leadóztam ott, ahova, ahon felléptem, azok cselekedtek, hogy leadózva kapjam meg. És nem tudom, hogy miről beszél, hogy ennyit, meg annyit, meg amennyit vettem fel. Azt mondta volna, hogy másfél-két évig dolgozott volna velem együtt, még meghiszem, hogy az alatt igen, lehet, hogy csak kerestem volna annyit, de mondok nektek valamit. Új év, szilveszterkor senki nem keresett engem. Se karácsonykor nem keresett engem senki, hogy föllépjek. Milyen augusztus-decemberről beszélek, vagy bocsáss meg. Nem. Ugye az? Bocsánat. Segítsetek nekem. Segítsetek nekem abba, hogy karácsony, új és szilveszter. Nem szégyellek. Tehát egyszerűen mindjárt gyerekek, csak valakit jelentek. Tiltottam is. Vivien nagyot tiltottam. Na, arról van szó, drágáim, hogy őszintén beszélek veletek, hogy soha büdös életemben megígértem, senki, de senki nevét nem ejtettem ki, és nem ejtem ki. Nem is fogom. Úgy igazán, komolyan, akkor beszélek, amikor majd ügyvédem lesz, és jogászom, úgymond, aki majd ebbe segít. Nem volt igaz, hogy nem tudom mennyi milliót kerestem, nem volt igaz. Ő biztos, hogy keresett belőlem. Csak én ezeket mind nem tudtam, hogy a hátam mögött mit, mennyit szeret fő. Ő beprotezsált, szó szerint. Beajátlanak, aki elhordott, úgymond. Nyilvánvaló, az, amit azt fölvesz, ahhoz nekem közöm nincs. Ahhoz volt közöm, amit én kaptam egyszer egy párszor. Amivel én elszámoltam. Elszámoltam, ahova kellett. Leadózva kaptam meg. Nem tudom, hogy mi volt ezzel a baj, mit hordott össze-vissza, hogy ekkor is, ekkor ennyit vettem föl, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nem volt igaz. Nekem mondhassák, hogy koldús vagyok, nekem mondhassák azt, hogy így, meg úgy, én nem voltam, nem is leszek koldús. Nem koldultam a nyugatiba. Az, hogy nekem, az, hogy engem megtiszteltek ajándékkal, az ő általuk volt, az ő szívük joga, ügye volt, nem én kértem. Nem tartottam fegyvert a mellükhöz, nem tartottam semmilyen jogot ahhoz, hogy én nekem pénzt adjanak, vagy ajándékot, úgymond. És az sem volt igaz, hogy szétkerestem magam. Nem kerestem szét magam, nem kerestem úgy pénzt, hogy azt mondtam volna, hogy megvan mindenem, hogy abból lett volna, hát mikor annó idején, mikor elkezdte kiricskedni. Nem abból volt, hanem igenis megdolgozott a férjem azért, hogy legyen annyi pénzünk, hogy vegyünk valamit a házba. Egy-két dolgot. Mindjárt elkezdte kiricskedni. Hiszen az én uram megdolgozott azért a pénzért, amiből vettünk egy-két dolgot a házba. Mindjárt akkor mondták, hogy teli kereste a koldús irén magát, meg így, meg úgy, meg amúgy, holott ez nem volt igaz. Szó szerint mondom, hogy nem legénykedtem, nem asszonykodhattam, mert és kijelentem bátra, hogy filére mentem el egy-két pár helyre. Ez tagadhatatlan, hogy egy pár klubot a hátam mögött hagytam. De nagyon, mondjuk 10 klubot a hátam mögött hagytam. Abból 5-6 klubot úgy vettem le, hogy kell ezt mondani, hogy amikor szívességet tesztek valakinek. És nagyon egy-kettő elkezdett hazudozni, két ember, követte a harmadik, követte a negyedik, követte a ötödik. Ami nem volt igaz, hogy jaj, nem tudom mennyit kerestem, meg így, meg úgy, meg amúgy összeszámoltam a pénzt magamban. Még egy év alatt sem kereshetek annyit, mert töredékével is már elnézést akár, hogy számoljátok. Csak példát mondok, csak rábaszok a hatalomra,
hogy akármilyen töredékével is keresek 60 ezeret, vagy csak 100 ezer forintig, akkor sem keresek 1 millió forintot, mert nem volt annyi fellépésem. Őszintén vagyok veletek, nem volt annyi fellépésem, hogy összeszámoljam azt, hogy több mint 1 milliót kerestem volna. Mert nincs egy éve, hogy együtt dolgozok azzal ebben a bizonyos X illetővel, akit a mai napon átkozom azt, hogy egyáltalán megismertem, mert nem ártottam neki. Nem ártottam neki az, hogy ő beajált egy olyannak, aki el tudott hordani, énekelni. És hogy ők hogy egyeztek meg a hátam mögött, úgymond, bocsánat, a klubba, vagy akárhol. Én arról nem tudok, és nem tehetek. Arról nem tudok. Én úgymond meg volt velem egyezzel, hogy a nyugdíjamhoz, családimhoz méten kapjak, ne érje el a 100-on fölüli pénzemet, ennyi. Nem érhette el a 100-on fölüli pénzem keresetét, mert akkor én nekem valóban tényleg kétszeresen kellett volna adóznom. Így, ha egyszer-egyszer el is érte, még nem egész 100 000-ig se, úgymond, akkor fogtam, elszámoltam, ahova kellett. Bizonyítékom van, hogy elszámoltam. És az igazi X illetőm, aki az igazi X illető, az szépen évébe bizonyította, hogy igenis engem szolgált az, amit volt téve a videóklip, vagy éppen amit kerestem. Úgyhogy így is elszámoltam. Úgyhogy ő itt ne verje nyálát, hogy elfogadott ő 2 interjút is, mond, oké, nyugodtan mondja el, mert 7 évre éhes. Egy olyan ember, aki biztos önmagában, hogy be tudja bizonyítani, hogy én igenis ennyit kerestem, ennyit és ennyit, az nem nyilvánul meg ott, hanem igenis összeszedi a papírt, hogy igenis ennyit és ennyit vettem föl. Mert, hogyha ez süttyóba volt, akkor ő lebukik. Ő bukik le, nem én. Mert amíg én azt mondtam, hogy leadózva kapjam meg, ő süttyóba akkor többet vett föl, mint én. Mert én nem süttyóba kerestem, ő keresett süttyóba, nem én. Tehát megkérdezem, figyelj kedvesen, megkérdezem tőled, hogy akkor az ide nézé bele, te szarházi utolsó féreg a szemembe. Megkérdezlek a hátam mögött, mennyit kerestél? Mennyit szedtél fel a hátam mögött? Megkérdezlek téged. Én nem kaptam abból, amit te felszedtél, hanem azt a töredéket kaptam, amit te adottál. Még te felvetted a nagy kemény pénzt. Hát bajba hozó. Bajba sodró. Tudod mit, kisapám? Kisöcsém, figyelj rám. Tudod mit? Egy valamiért tiszteltelek, becsültelek. Semmi másért. Csak azért, mert felvállaltál. De mindazért végül kiderült, mivel, hogy te beparáztál. Mivel, hogy te beparáztál. Így név nélkül te mindenkit bemártó, ok nélkül, nincs jogot hozzá bemártani senkit. Mert ha azok majd 2 óra vannak, akikkel te voltál, foglalkoztál, azok majd ráthozzák a bajt. Úgyhogy nem érdekel, hogy egy-ketten itt menni, hogy étok, hogy én nekem mennyit éreztem, hogy én hagytam meg, hogy de jó tette, hogy így meg úgy meg amúgy fölvette. Nem baj, Casai Miguel Ferenc. Figyelj rám, drága. Nem érdekel, Ferenc. Mit gondolsz rólam? Az igazságot mondom el. Hogy ő akkor mit vett föl, számoljon el arról, hogy ő mit vett fel a hátam mögött. Még én a töredékét vettem fel,
És ő azt mondja, hogy 1 millió forintot kerestem egy hónapban, hogy lehetséges? Közel sem. Akár mekkora nagy szívőszinteséggel beszélek, még akkor se keresek annyit. Egy hónap alatt. Se 2, se 3. Fél év alatt sem igazán. Mert nem voltok annyi fölépő sem, mint amennyire ti gondoltok. Mondom nektek, mert karácsony, újjöv, szilveszter, nem kerestek. Előtte valóban egy-kettő begyütt. És utána jóval is begyütt egy pár. Egy-kettő, egy pár. Azóta nem igazán voltam hívval. Ez az igazi őszintesség, amit mondok. Nyilván nem hazudok. Nem tudtam teljesen igazából követni, mert 100-100 alatt változóan kerestem. 100 alatt. Újra mondom, 100 alatt változóan adtak. És akkor sem kerestem meg. És ezzel a mostani X illetővel, akinek a nevét nem mondom ki, ő nemhogy 1 évig, fél évig nem dolgozott velem. Teljes 6-7 hónapig nem dolgozott velem. Nem hazudok, hogy 4 hónap nem telt el, de 6-7 hónapig, 8 hónapig nem dolgozott velem. A X illetőm, aki a videóklippet csinálja, azzal igen. Azzal 8 hónapig dolgoztam együtt körülbelül. 7-9 hónapig dolgoztam vele együtt. És azat egy alkalommal kaptam egy videós összeget, amivel elszámoltam. Utána úgy egyeztem meg, hogy igenis ezt a videós összeget, amit keresek, fektetődjön külföldi utazásra. Egyben összekötni kellem ezt a hasznossal, hogy dolgozok. Ahova én mentem külföldre, ott dolgoztam. Közel sem tudtam élvezni se Dubajt, se Montenegrót. Nem bírtam élvezni. Hát munka. És ennyi volt az egész. Ezt akartam mondani, hogy az X-illetőm, a mostani X-illetőm, aki rólam megszólalt, nem kerestem 1 millió forintot, ahogy ő mondta. Nem kerestem 1 millió forintot. Se ekkor, se akkor. Igen, így van, drágám, így van, édesem. Igen, valóban, biztos vagyok ebben. Szívem, lelkem teszem rá, hogy biztos, hogy ő annyit keresett. Mert ő még egyszer annyit megkeresett, 2-szer annyit, mint én. A hátam mögött. Mert a hátam mögött ő egyezkedett. Ott, ahunk kellett, nem én. Most már tök mindegy. Hát, ha te így, én is úgy. Te úgy mártottál be, hátba szúrtál úgy, hogy nem bántottalak. Se a férjem, se én nem bántottalak téged. Hátba szúrtál engem váratlanul. Tehát ezt egy helyen, ugyanezt elmondom hónap után. Egy helyre megyek. Ami magánügyem, és elmondom. Hogy meg egy év alatt csak fogok annyit keresni. Bocsánat. Fél év alatt sem fogok keresni, nem hogy egy év alatt. Talán egy év alatt lecselédném azt, hogy 1 millió körül keresnék, de azt talán csak a YouTube lehet. De amúgy fölépésekben nem kerestem annyit. YouTube-ból igen. Ami videóklippekre ment. És érám fordult, úgymond, az utazásokra. Én nem használ... És közöd ahhoz nem volt, hogy én mit vettem belőle, mit nem vettem belőle. Nincs hozzá közös, hogy mire költöttem azt, amit te odadtál aprót. Töredéket. Mert töredéket adtál. Szó szerint töredéket adtál. És én nem kértem senkitől kölcsön, ha igen, visszaadtam. Tehát abból kértem, amit tudtam, hogy kapok. Nyilván, mert nem volt egy garas fillérem se. Valamiből köllött lennem 10-20 ezer forintból, vagy 30 ezer forintból. Valamiből köllött apró pénzből lennem. És akkor megkérdezem tőled. Te gyerek. Te nem voltál a menedzsmentem. Nem tettél. A menedzsment tudod mi?
Megmondom neked, miről ők szól a menedzsment. Ha valaki tudja, az én vagyok. A menedzsment arról szól, hogy aki veszi a ruhát, aki fellépésekre ő maga oda visz, nem mással vitettem oda azt a valakit. Te mással vitettél oda, nem te vittél oda, hanem mással protezsáltottál oda. Vitettél oda. Másnak ajátál be, és te hátam mögött meg felszedted a nagy pénzt. Te meg a töredékét odaadtad, átvertél, odaadtad a töredékét, hidve azt a népekkel, elhitettel azt, hogy én nem tudom mennyi milliót kaptam, hogy te ennyit meg annyit adtál nekem, nem adtál te annyit. Se százat, se 200-at nem adtál. Bocsánat, javítok. Se százat, se 150-et nem adtál. Úgy volt meg a 100, vagy 100-on fölül, ha két, vagy ha több föllépésem volt. Mert töredéket adtál, érted? Töredéket. Azt kellett elfogadnom, amit nyújtattál a másikkal. Amit te mondtál, parancsolgattál. És keménykedtél velem, kiabáltál velem. Hogy örüljek, hogy ennyit kapok. Úgy viselkedtél velem, mint egy utolsó senkivel. Mert ki, ha te nem vagy? Ki vagy te? Egy 40 éves asszony a 20 éves fejeddel. A 26 éves fejeddel emberkedsz. A 24 éves fejeddel. Igen, Hadi Fruzsina, igen, drágám, durva. Igen, köszönöm. Köszönöm, hogy kiírtad igazat. Igen, Hadi Fruzsina, valóban így volt. A töredékét adta oda. És ezt elhitetve veletek, figyelj, Ferenc, mondok én neked valamit. Valamit csak tudok, ha énekelni nem, valamit csak tudok. Én a lelked, nem vagyok a lelked. Nem vagyok senkid. Felejts el, nem tudom, ki vagy. Kaszai Miguel Ferenc. Nem vagyok senkid. Te engem ne nevezzél lelkednek. Van én nekem uram, férjem, 15 éve mindjárt, aki majd azt mondja, hogy szülem, lelkem vagy édesem. Neked nem vagyok senkid. Köszönöm szépen. Szerintem megbeszéltem vele ezt 2 perc alatt. És egy utolsó még dologként lezárnám, gyerekek, adjatok még 1 percet, talán 2-t. Lezárom utolsó végként, hogy az X-illető, ígérem, meg fogja bánni, amiért hazudott mindenki szemébe. Megmondja mindenki, töredékét kaptam annak, mint amit ő a hátam mögött sokkal annyit fölvett, 2-szer annyit fölvett, mint amennyit kaptam volna, kaphattam volna. Mondjuk példát mondok, csak példát mondok, ne vegyétek kész dolognak, készpénznek, példát mondok. Mondjuk kapok 300 000-et, példa. Ő fölveszek 200-at, nekem odaadja a 100-ast mondjuk. Balagjak vele haza. De azt nem tudta senki, hogy abból le kellett adod, mert a töredékét kaptam. Ha kikaptam bele mondjuk annak a negyedét, ha annak a negyedét felét kikaptam. És úgy kerestem meg a 100-ast, vagy egy 5-össel többet, hogy leadózva, egyszerűen úgy, hogy már 2 föllépésen voltam túl. Igen, Hadi Fruzsina, igen. Szia, Balog Anitám. Úgyhogy ezt mondom nektek, drága egyetleneim, hogy nem kerestem 100-200-at se. 100-150-et se kerestem. 150-et sem kerestem meg. Nem kerestem meg. A legnagyobb életemben először egyetlen egy nagy klubban voltam túl, ott nem kerestem ennyit. Ő lehet, hogy megkapta a 200-at utánam, példát mondok, 2-szer annyit, mint amennyit én kaphattam volna. Kikaptam ilyen 50-60 000-et, még ő kikapott 200-300-at. Köszönöm, Balog Anita, köszönöm. Azért mondtam, Balog Anita, életem, hogy én elmondom, mert lehet, hogy azt hazudják, hogy nem jó beszélsz.
Én meg nem akarom, hogy téged hibáztassanak, Anitám. De te tudod a igazságot, mert neked elmondtam, hogy nem minden fenékig tejfölbb, Anitám. Így megmondtam, hogy megszólalok. Ő már a negyedik videót eltette meg, én vártam direkt. Nem szóltam róla. Első videónál lesokkoltam, majd a második videónál szólaltam meg. Szia, Sebők Vikim! Szia, János Keserű! Úgyhogy most az őszinte igaz szívem, lelkemen töltöttem ki, hogy ilyen 40-60 ezeret kerestem. 6 meg 6, 12, 120-at úgy kerestem volna, hogyha két, bocsánat, hogyha, mindjárt, 1, 2, 30, 6 meg 6, 12, hát 120 ezeret úgy kerestem volna, hogyha két föllépésen túl vagyok. Egy este, de ez ritka volt, mint a holló, mint a fehér holló. Nagyon ritka volt, mint a fehér holló. És pont ez az, hogy elértem azt a 120 ezeret, és ezzel számoltam el a gyámhatóság felé, hogy hová tettem. És le is csekkeltem. Egy szóval be is nyújtottam. Majd le volt ez fektette, mint az, hogy leadózva kaptam meg. Ennyit tudok csak mondani, semmi mást. És ő váltig állította, hogy én mennyit, meg mennyit kerestem, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ugyan már hagyjuk már Miskát pihenni. Amikor arra nem volt pérem sokszor, hogy ténylegesen elmenjek körmöshöz, vagy hajoshoz, mert a fűrjem a uram pótolta ki a pénzt. Uram pótolta ki a pénzt! Az ő megkeresett Suzuki pénziből. Erősen bútyázik az uram. Értitek, az ilyen uram erősen bútyázik, még te vered a faszodat. Erősen vered a faszodat otthon, azt hagyd ne mondjam ki, hogy mi vagy. Hagyd ne mondjam ki, leárattál, leárató, bűntelenül emberek között. Ki csinálsz engem, bajt hoztál rám, bajt az órám. Mit te nyilvánulsz meg? Agyámom, a férjem, hogyha begurul. Ne várd meg azt a te gyerek, hogy begurul a gyámom. Mert akkor tényleg ő, ha begurul, akkor ott beszél, ahunk kell. Ő nem beszél, és ez nagy szó. De ha már ő megszólal, nagy szó. Ne akarja te gyerek, hogy ő beszéljen a lájkba. Mert akkor neked 6-szor véged van. Mert te felelni fogsz, tudod, atyud? Ha még egyszer megnyilvánulsz rólam, bíróság előtt fogom felelni. Ígérem, mert ez gyalázat. Én felém. Meg bizonyítsad be papírokkal, csekkekkel, hogy én igenis annyit kaptam. Mert nevetséges összegeket kaptam. Kiszúrtátok a szememet 46 ezer forinttal egy föllépés után, úgymond. Amikor elértem a szállást, amiről beszéltem, megmondtam, hogy elszámoltam vele. Utána nem voltak föllépéseim nekem, mert nem voltak. Mondom, karácsony, új és szilveszterkor itthon voltam. Azelőtt, karácsony előtt jóval volt föllépésem, meg utána. Jóval utána. De karácsony, új év, szilveszterkor nem kért senki engem. Bizonyítékom van rá. Sebők Viki, értem. Köszi azért a segítséget, hogy elküldted. Köszönöm. Fel is fogom hívni. Lesz rá alkalmam, ha még egyszer kiprovokálja belőlem a bizonyos X illető. Oké, megteszem. Amihás még egy olyatni, már most ki lett írva, hogy ő két interjút is fog nyitni erről. Ám legyen. De az le lesz mentve, le van mentve mindkét videó, mindhárom videó, és mindezt föl fogom majd használni, ha ő még egyszer megnyilvánul. Férjemmel együtt meg fogok nyilvánulni. És én is azt mondom, legyen, aminek csak lennie kell. Mert ez szégyen gyalázat, ami velem történik, drágáim. Hogy köpjek a levesetekbe bele? Milyen jogon köpök én a levesetekbe bele, ha én veletek vagyok? Példa. Valamelyik kötökkel vagyok.
beprotezsálsz valahova, és én beleköpök a levesedbe. Anélkül, hogy megérdemelnéd. Igen, sebőpük, igen, megérdemelni. Meg is fogja érdemelni. Mert most már ezt nem fogom hagyni. Mert szégyen gyalázat. Volt egyszer egy életem, mindig azt mondta, szégyen gyalázat, szégyen gyalázat. Mindig mondta egyszer régebben egy illető, jó pár évvel ezelőtt, szégyen gyalázat. Az egész. De nem is érdekel engem egy gyerekek, nem akarom az egészet elpoénkodni. Ez a szintiszted igazság. 60-40, mikor mennyit kaptam? Tényező valóság, amikor szükségem volt pénzre, egy kicsikét mindig kértem, de azt vissza is adtam akkor, amikor mentem fellépni. Visszadtam, és nem tartozok a illető felé, aki engem elhordott klubokba. Nem tartozok. Ez itt a lényeg. Igen, rágalmazás, így van sebőkvik, igen. Rágalmaz és rámfogolat, ami nem igaz. Az bizonyítani is kell. Meg nem is az, hogy bizonyítani, tényező valóság, hogy nem igaz. Ha egy évig együtt dolgoztam volna vele, megértem, hogy elérhette azt a bizonyos 1 millió forintot, amit mond, de ő többszörös millióval vádol engem. Nézzétek, többszörös millióval. 3-4-szeres számú millióval vádol engem, hogy nem tudom, hány milliót fölvettem. Bocsánat, 2-szeresen. Úgy, hogy egy hónapban is vettem fel, jaj, Istenem, gyerekek, hogyan? Na, senki nem keres annyit, nem még én. Ki? Mert én vagyok a Valga Irén. Mahiana Rosszálló. Csak voltam. És nem kerestem egy hónapban, se 3 hónap alatt. Ha összes pénzt összeszámolom, hogy kerestem töredékével, még az sem. Ha 100 000-vel számoljuk, akkor sem. És mivel, hogy én családi nyugdíjat kapok, pont ezért nem kereshettem többet. 100 alatt. 100 alatt. Nem kereshettem többet. Még akkor se hagyom vernek. Mert akkor ez már más lett volna tészta a csusza. És nem kerestem annyi, drágáim, nem kerestem. És szépen leadózva kaptam meg, amit majd azok túl lett, meg azok mond, na, mindegy. A lényeg, hogy olyannal vádolt, köszi Anita, lényeg, hogy olyannal vádolt, ami valójában tényező valóság, hogy nem kerestem annyit, mint amivel ő vád. Ő a hátam mögött, igen, nagyon-nagyon nagy pénz kaszált belőlem, nem véletlenül van neki neve. Így van, ahogy mondom, nem véletlen. Rafinátkozott a hátam mögött, hiszen sejthetitek, kiről van szó. Én nem mondok semmit. Majd beszélek ott, ahunk kell. És ugyanezt el fogom mondani ott is. Nem hazudtam, nem hazudok. Ez a szintisztégasság, hogy szó szerint ki van éhezzel a hírnévre. Bőg, mint a bőgő masina. Bőgő tehén vagy. Egy bú vagy. Búba baszott vagy. Na jó, van én, te ez van. Egy búba baszott szarházi vagy. És semmi más. Bőgő, sajnáltatod magadat. És egyszerűen nonsense, amit leművelsz. Kisgyerek. Nonsense. Szenvedek, nem hazudok. Mindazért, amit leművelsz velem. De félivalom nem volt, nem is lesz. Tudom, ki vagyok, mi vagyok. Tudom, hogy nőbű vagyok. Tudom, hogy a férfiakat szeretem. Ebből vedd a lapot, mit akarok mondani? A pasikat szeretem. Imádom. Nem vagyok leszbi. Nem vagyok buzi, nem vagyok homoszexuális, nem vagyok biszex, nem vagyok semmi. Én a férfiakat imádom. Egy szóval, egyet imádok az uramat, senki mást. Tehát vedd el lapot, hogy te ki vagy, meg én mi vagyok.
Te ne akarjál az én párommal újat húzni, mert újat fog az veled húzni egy nap. Verág, beelégel, hogy te vádold a feleségét, egybe a gyámság alatt lévő feleségét, mint engem. Berág, és ő sem mondja, majd az ő saját maga véleményét. De nem lájtba. Köszönöm, Alita Balganta, köszönöm. Nem az ügyészségen. Így van, így van. Ügyészségen el lesz mondva, a bíróságon fogunk találkozni egy nap, ha nem állítod le magadat. Kérlek szépen, hagyd abba a pocskondiázásodat, a vádolásodat, a megaláztatásodat, somat. Bocsánat, megaláztatásomat hagyd abba. Azért nem tudok beszélni rendesen néha, mert meg vagyok átálkodva, le vagyok sokkóval, inkább úgy mond. Már bebolondultam. Elmegy a rendőrség, azok megadják az ügyészségbe. Így van. Rendőrség jön szóval dolgot, és ügyészségre fog kerülni a dolog. Onnan bíróság. Onnan meg a bíróságra. És tudjátok, tudod mi, drága? Hogy nagy lesz, hogy én utánozó majom vagyok. Biztos lehetsz abban, mint a dalban. Mind a kedvenc dalomat életlen ótáméri. Biztos lehetsz abban, hogy nem leszek... Hogy is? Biztos lehetsz abban, hogy én nem maradok veled. Elbúcsúdom tőled örökre. Te nem tudtad, hogy mit tettél, hogy engemet átvettél, hogy bízhattam meg benned, már csak azt üzenem neked, hogy csók, csók, puszi, puszi, hagyjál békén mostan engem. Puszi, puszi, kélek, hagyjál békén engem, mert én utálok. Hop, hop, arivapap, hop, 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 arivapap, hop, hop, arivapapap. Ennyi. Köszönöm, én is imádlak. Úgyhogy ennyi. Ezzel a dallal üzenem neked a kedvenc nótán mérimmel. Tik meg a hátam mögött vagytok. Üzenem. Ezzel a dallal. Kicsikém a hátam mögött vagytok, és az irigyeim is a hátam mögött vannak. Mert csöpröm magam alá azokat, akiket nem kéne. Úgyhogy tudat alatt söpröm magam alá mindazokat, mert jó a szívem, jó a lelkem, és önmagamat adom. Nem adom azt, aki nem vagyok. Szeretek önmagam lenni, szeretek magam adni, magamat adni. Nem szeretek több lenni, mint aki vagyok valójában. Egyszerű, de nagyszerű akarok lenni. Tehát megmondtam, egy nap visszatántorgok, visszajövök. Mindegy, hogy én be vagyok fel. Én azért fejeztem be, megmondom őszintén, mert amit leművelnek, már idegileg nem bírtam ezt. És szeretnék szépen tisztán látni. Szeretnék szépen tisztán látni, semmi több. Utána szépen visszaandalgok. És a várat, amit én felépítettem, nem hagyom annyiban. Csak először is lenyugszok, lepihenek, tisztázom magam. Ott, ahol kell, és visszaadjövök a porondomra. Tisztességgel, becsülettel, egyenes úton. Köszi, Alitám! Úgyhogy ezzel, drágáim, elbúcsúzom, ez a színtiszt az igazság. Persze most ilyenkor nem bajtok fel, mert nincs mit mondanatok, igaz? Mert elmondtam az igazat, igaz? Ugye? Ilyenkor 9-en vagytok, mi? Mert lapútok szarházi irigy disznók, mi? Lapútok, mi? Nem akadok ki, mi? Nem visítok, mi? Mert tisztességesen elmondtam az őszinte vallomásomat, mi? Nem akadok ki. Megmondom nektek mióta. Nyertem egyet. 3 éve van, kb. Körülbelül 2,5-3, hogy nem adok senki véleményére különösen, nem akadok ki, nem veszekerek, nem kiabálok. Egyszerűen tiltottam, tiltom és kész. Többé úgy nem akarok ki, ahogy nem szeretnétek. Ahogy nem szeretném, mert ezt elétek vissza.
Köszi, jó vagyok, Renáta juhász. Úgyhogy nem akadtam, nem akadok ki. A régi videómmal andalogtok, irigyeim. A régi videómat pörgetitek. És helyemben írtok, az én nevemben írtok másoknak, hesszeritek a másikat. Embereket piszkáltok föl ellenem. Úgyhogy ennyi. Drága életém nektek, meg köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy azért meghallgattatok. Úgy gondolom, hogy pihenőre térek. És sziasztok, puszilok mindenkit. Elmondtam életemben. Először nyilvánultam meg így, de remélem, hogy utoljára. Már utoljára, legközelebb már csak tudom, hogy hová fogok menni most. Én már csak ott fogok beszélni. Ez volt az utolsó live-om, amit ilyet indítottam. Igen, a Balogant, oké, köszönöm. Mondd meg neki, hogy oké. Megpróbálom. Sebők Vikikén, puszi. Szelesné, szia, drágám. Oké, sziasztok, megpróbálok magamra vigyázni. Jézus legyen velünk, veletek és velem is. Mert az őszinte vallomást mondtam, hogy töredéket kaptam. Amire ő azt mondta, hogy több mint egy milliót kerestem, minden alkalommal azt ő kereste, meg nem én. És rám hárította. De ő azt nem tudta, hogy mit von maga után, hogy a fészekdarázs fészekbe belenyúlt. Belenyúlt a fészekdarázsba. Erika Varga, jó éjszakát, drágám! Darás fészekbe belenyúlt, és nem tudta, hogy a királynővel találkozik. A Darás királynővel találkozik, azt nem tudta. És most jó, megbent, passzva, egy-két héten belül találkozik a királyfival is. A királynő én vagyok, a királyfi meg itt van mellettem. De én nem. Úgyhogy rövidesen fog a királyfival találkozni. Akkor az őszinte vallomást elmondja, én, ott, ahol kell. De nem itt telefonban. Nyilván nem telefonban, egyértelmű lesz a dolog, ő nem live-ozik. És beszéljünk arról, kedvesem, hogy a férjemnek mikor adod oda a pénzt, amit te ő belőle kerestél. Kérdezem tőled, azt mikor kapjuk meg? Amit csináltál neki Facebookot, meg YouTube-ot, abból kerestél. Utólag úgy tudom, hogy 16 ezer valamennyi, hanem 20. Nem kapta, és még utána mennyit kereste a férjemből. Mert szeretted volna őt is kihasználni, a férjemet. Azt kérdezem, mikor kapjuk meg, drágám, mert tartozó. És nekem még azóta is tartozó. Érted, csak a férjem nem olyan, hogy odaandalog jó hozzád. Elmondani, hogy igen, ugyan már adod azt, ami nekem jár. Érted, úgyhogy te csak üljél le. Úgyhogy nagyon gyorsan fejezd be, most mondom el először utoljára, a vádolást, hogy kell mondani ezt? Fejezzed be a... személyeskedés. A gyalázkodást. Személyeskedés. Meg a személyjog megsértést csináltál. De hogy csináltál? Megsértetted a személy a jogaimat, megsértettél engem, a hírnevemet, és mindezt megsértetted. Úgyhogy, ahogy nem fejezed be, felelni fogsz. Igen, rágalmazás. Szelesné, köszönöm, már nem bírtam kimondani. Köszönöm szépen, Szelesné, Szabó. Igen, Renáta juhász, igen, csinálunk fotót, igen, fotózkodunk. Úgyhogy a rágalmazásért felelni fogsz egy nap. Nem hagytad abba, én megkértelek, én figyelmeztettelek szépen. Még mindig el tudtam volna engedni, andalogni ettől, ha te nem csinálod a fejedet. De te ki voltál éhezve arra, hogy hírneved legyen. Megkaptad a nevemből? Igen, Varga Irént, aki megemlíti. Figyelj!
Mahiana Rosszálló. Varga Irén. Köszönöm, Renáto. Mahiana Rosszálló, Varga Irén. Tudjátok, tudod, mit jelent? Az, ha csak kiejted, nem tudom hány százan követnek. Úgy, hogy én nem kérem. Maguktól jönnek. Úgyhogy ennyi. Sziasztok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok. Az őszinte igazságot elmondtam, hogy amit ő állított, rágalmazás, hazugság. Nem elég, hogy bizonyítsa be, az még hagyján, hanem nem igaz. Sok olyan van, amit nem igaz, amit mondott. Ki volt éhezve a követésre? Igen. Meg, hogy én telefonba zaklattam, nem volt igaz, hogy zaklattam telefonba, mert nem volt igaz. Egyáltalán, gyerekek, nem zaklattam. Nem hívtam. Nem is tudtam hívni. Egyszer-kétszer ráírtam, nem reagált. Nyilván, mert nagyon-nagyon-nagyon régóta nem beszéltünk. Mi már rég végeztünk egymással különben. Rég. És ő azt hitette el veletek, hogy még mindig együtt dolgozik velem. Holott nem. Nem dolgozik együtt velem, és nem ő a menedzsmentem. Csak én nem mondom ki annak a nevét, mert megígértem, hogy nem illik. És tabu. Mit akartam? Mond, mit akartam? Na, sziasztok! Na, figyelj csak időse! Még nem késő, ember vagy talpon, vedd fel velünk a kapcsolatot, még nem késő, szerintem. Meg tudjuk beszélni a dolgot, még nem késő, most szólok. Vedd fel velünk a kapcsolatot, ne tésd le az Irént, vedd fel velünk a kapcsolatot. Igen, nem beszéltem róla, bocsássatok meg. Csak ennyit akartam mondani. Hogy letiltottál. Nem fenyegetőzünk semmi, vedd fel velünk a kapcsolatot. Nem én fogok menni a bíróságra, hanem mások. Jó? Hát tudod, mert én velem már felvették azok a kapcsolatot. Na, szia! Igen, így van. A férjem üzeni, hogy vedd fel a kapcsolatot velünk, mert letiltottál messengerről két napja, vagy másfél napja letiltottál messengerről minket. Hogy még csak ne is tudjak neked írni. Nem voltál képes fölvenni a kapcsolatot. Jöjjön fel a telefonon, vagy jöjjön el, tudja, hol lakunk. Igen. Nem tartott volna semmiből, hogy fölvegye a kapcsolatot, ne aludjatok, problémám van veletek. Fölveszem veletek a kapcsolatot, mert problémám van veletek. De nem tetted, hanem rágalmaztál, és leáradtál úgy, hogy még csak meg sem bántottalak. Nem volt mi rágalmaznod, olyanna, ami talán nem is igaz. Mert az be is kell bizonyítani. Ez egy kemény, súlyos vád. Vádolás. Minden szónak súlya van. És én, amit itt kimondok, azért vállalom is a felelősséget. Úgy a férjem, úgy én vállalom a felelősséget, amit én itt kivejtek a számon. Úgyhogy X illetőbet fölvenünk a kapcsolatot, te, aki leáradtál, és mindazt, aki neked segített, mind a két illetőt, mind a három illetőt ezzel leárattad. Aki neked segít, jobb segédet nyújtott neked, jobb keret nyújtott neked, mindazokat leárattad, mert neked csak jót tettek. Nem teljes egészében nekem. Neked tettek jót, nem nekem. Nekem annyiból tettek jót, hogy kerestem törék, mégis lett egy csepp pénzem ennyi. De te, az biztos, hogy kerestél több milliót. A pár hónap adta még együtt dolgoztál velem. Az biztos, hogy te kerestél. Állítom. Bizton állítom. Renáta Juhász sem ennyi. Úgyhogy ennyit akartam mondani, párom meg elmondta maga a dolgát, hogy időbe vett fel a kapcsolatot, mert gond lesz. Addig, amíg el tudod csimíteni, még ezen túl tudnánk magunkat tenni. De ennek hosszú procedúrája lenne, de ha fölveszed a kapcsolatot, akkor, nem, akkor esetleg megúszhatod azt, hogy esetleg hatóság előtt feleljé. Keményen. Vedd fel a kapcsolatot. Vedd fel velünk telefonon a kapcsolatot, hisz tudod a telefonszámunkat. És a messengeremet is, csak te letiltottál.
fogtad magad szépen, letiltottál. Semennyire nálta juhász, vagy tiltlak. És ennyit akartam mondani, hogy szégyeljed magadat. De sajnos én szégyellem magamat helyetted. Megmondom neked, hogy miért. Csak hogy ne felejtsem szavamat, és ne értsen itten félre senki. Én azért szégyellem magamat, hogy egyáltalán veled voltam kapcsolatban. És egyáltalán hagytam, hogy úgy sodródjon a dolog, ahogy annak sodródni nem kellett volna. Hogy azért értél meg, hogy abba adtuk veled a munkát, mert rájöttünk a húcsúsára. Igen. Megsértődtél, mert rájöttünk a turpiságra időbe. Nem időbe van. Hát nem tese időbe, de na. Úgyhogy ennyi. Hiába akartál te hírnevet, te éhes lesz a hírnévre. Olyan akkor se lesz, amilyen én. Jaj, mert te nem vagy más, csak egy szemtelen senki vagy. Aki hírnévre vagy éhes. Semmi más, meg sajnáltatod magadat itten. A TikTokon sajnáltatod meg, nem tudom ki TikTokodik, te vagy én. Mert én nem. Nekem van egy privát TikTokom, amin nem is live-odott, csak görgetem. Videók miatt. Semmi más. De te erősen TikTokozol rólam. Erősen TikTokozol rólam. Szégyed magadat, szégyen gyalázat. Amit leműveltél velem. Ok nélkül egy beteg asszony, mert valóban beteg vagyok, csak nem olyan, amilyennek te elmondtad. Azt meg kikérem magamnak, mert nem vagyok bolond, nem vagyok gyagyás, nem vagyok tiszteletlen, hanem annyi, hogy cukor és vérnyomással küzdök. És ízületi gyulladással. Ami miatt sajnos nehezen tudok elódni, vagy éppen nem jó vagyok. Vagy időérzékeny vagyok. Frontérzékeny. Ennyi. De nem vagyok gyagyás, nem vagyok bolond. Csak te bolondnak akartál nyilvánítani. Hülyének akartál nézni mindenkit, avagy engem hülyének akartál nézni, és másokat is hülyének néztél itten a Facebookon. Mindenkit elámítottál. Elámítottál mindenkit X illető. Úgyhogy kibaszott gyorsan vett fel a kapcsolatot velünk, amíg nem késő. Ha hónap délután 24 órán belül nem veszed fel a kapcsolatot, onnantól nincs mit beszélünk. Lesz, ami lesz. Puszikálok. Szia, drága, szia, szia. Puszilok mindenki, drága egyetlen, is köszönöm, hogy velem voltatok. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, és köszönöm szépen még egyszer, hogy velem voltatok. Leszeretném zárni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Vargerin Jónás Lászlóné vagyok, férné vagyok, 14 éve elmúlt, hogy férné vagyok, nem vagyok kapható semmire. Férjem van. Van egy srác, aki rám ért, hogy meg itt tudnám csalni a férjemet, nem. Az anyádnak. Nem csalnám meg a férjemet semmiért. Mindegy, hogy jó vagyunk, vagy nem. Én így fogadtam el a férjemet, ahogy vagyok. Így is fogok vele meghalni. Még élek. Remélem, hogy vele tudok maradni, még élek. Le akarom vele életemet élni, és nekem nem kell senki. Nem kellett, és nem kell. Ha hibáztunk, egymásért felelünk. Ha valaha is hibáztunk egymásért. Ellen. De az a saját mi magán szuvenírügyünk. Mi nagyon jó meg vagyunk, és nagyon jó kiegészítsük egymást. Senki ne jöjjön bele a magánéletünkbe. És egyetlen egy nő nem veheti el tőlem a férjemet. Se férfi nem nyúlhat hozzám, de a Lacihoz sem nyúlhat senki a férjemhez. Üzenem azoknak a nőknek, akik a férjemre rá vannak éhezve, sutyóba, hogy nem adom nektek. Vegyétek tudomásul, nem adom nektek az uramat. Nem adom nektek. Keressetek magatoknak, vagy maszturbáljatok. Nem adom nektek az uramat. Nem adom nektek. Keressetek, akit akartok. Aki a párommal föltesz,
felején, ami következik majd. Most puszilok benneteket. Sziasztok, életeim! Mindenkit puszilok!